Magyarország egyik legeredetibb szandú szaxofonosával, Ávéd Jánossal beszélgetek, a Balance nevű formációdnak jelent meg az új lemeze. Én úgy tudom, hogy ez a formáció azért nem olyan nagyon friss, tehát ti már jó pár éve együtt játszotok. Igen, szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, nagyon köszönöm. Igen, több éve játszunk már tulajdonképpen, hát mondhatom, hogy 10-15 éve már, hogy mi játszunk. Ismerjük egymást, szóval nagyon jóban vagyunk Benko Ákossal és Fenyvesi Mártonnal, akik a kollégáim, partnereim ebben a Balance nevű formációban. Úgyhogy ez már egy régi együttműködés, és mindig is arról szólt ez a zenekar, hogy hogyan tudunk együtt improvizálni, és az éppen aktuális zeneiségünket hogyan tudjuk ötvözni. És ez azért a 15 év alatt az időről időre változik, és ez lep meg mindnyájunkat a színpadon is, vagy ez tart életbe, vagy hogy mondjam, csak ez az, ami mozgat bennünket, hogy hogyan tudunk valahogy valami újat mondani ahhoz képest, amiket már eddig mondtunk. Ugye a lemez címe For We Know In Part, amit 5-én majd lehet élőben is hallani, ha jól emlékszem a dátumra, a lemezbemutató koncert. Szeptember 5-én az Opus Jazz Clubban lesz a lemezbemutató koncertünk, és hát tulajdonképpen azért, aki egy kicsit ismeri a zenénket, vagy aki nem ismeri, annak mondom, hogy tulajdonképpen azért nagy szerepe van a zenénkben az improvizációnak, tehát a lemezanyagot teljes egészével már csak a lemezen lehet meghallgatni, mert hát azért egy jazz koncerten azért mindenki tudja, hogy az improvizált részek azok merőben eltérhetnek a lemezen rögzített zenei anyagtól, úgyhogy mi is a lemez anyagról fogunk játszani, a kompozíciók természetesen megegyeznek, az improvizációk pedig teljesen újak lesznek, ahogyan ez egy jazz koncerten megszokott. Ugye tiétek azért is egy nagyon speciális felállás, mert nincs basszus hangszer, hanem úgy áll fel ugye a zenekar, hogy Benko Ákos dobol, Fenyvesi Márton gitározik, tehát hogy olyan trióról van szó, hogy hagyományos értelemben levő basszus hangszer, tehát bőgő vagy basszus gitár nálatok nincs, és ez mindenféleképpen ad, én azt gondolom, egy nagyon érdekes, kicsit áttetszőbb hangzást egy zenekarnak. Ez nálatok mennyire volt tudatos, hogy ebben a felállásban játszatok? Hát ez volt a kiindulási alap 15 évvel ezelőtt körülbelül. Az foglalkoztatott bennünket, hogy ez a basszus hangszer, ami azért nagyon fontos funkciót tölt be, olyan, mint egy támpont a zenében, minden a basszus hanghoz képest történik. A harmóniák a basszus hanghoz képest kapnak értelmet. Ez egy fontos funkció a jazz zenében is, meg mindenféle zenében. És azon gondolkoztunk, hogy ha ez nincs, akkor tulajdonképpen az a fajta komfortzónájában egy szaxofonos, vagy egy gitáros, vagy egy dobos létezik, az tulajdonképpen fölborul ebben a helyzetben, és újabb egyensúlyt kell találni a hangzásban, amiben akár az is lehetségessé válik, hogy mondjuk egy dob játsza a témát, mint például a Dobzene című darabunkban, és a szaxofon és a gitár kíséri. Tehát ami ebben én lehetőséget láttam, hogyha a hangszerek eredeti funkcióját mellőzzük, vagy inkább azt mondom, hogy a hangszereket felszabadítjuk eredeti funkciójukban, akkor egy ilyen kamara jazz hangzásban sokkal több lehetőséget véltünk felfedezni. Úgyhogy ez mozgat bennünket ebben a megújulásban, ez segít ez az összeállítás. Persze, hogy azt is hozzá kell tenni, hogy még érdekesebb legyen a hangzás. Fenyvesi Márton, a nagyszerű gitáros, egy olyan eszközt is használ, ami visszaismétli adott esetben azt, amit ő eljátszik. Tehát ilyen rétegeket tud a gitározásában létrehozni, ami egy nagyon-nagyon izgalmas zenei hangzáshoz vezet tulajdonképpen. Így van, hát aki ismeri Fenyvesi Mártont, az tudja, hogy az effektek elég jelentős részét képezik az ő gitáros hangszínének, szóval, hogy ebben a zenekarban is nagy jelentősége van az ő gitár effektjeinek, és ebbe beletartozik ez az úgynevezett loop is, ami
szinten, több rétegben tud visszaismételni zenei anyagot, úgyhogy ezt nagyon jól látod, és ez valóban fontos része a hangzásnak. Ez egy olyan lemez, aminek azért van egy árspolitikája is, amit olvashattam abban az anyagban, amit elküldtél az albumról, a zene mellé, ami arról szól tulajdonképpen, hogy annak a határát is feszegetitek, hogy a csöndből, a hang nélküliségből hogyan tud előbújni a zene. Tehát én azt gondolom, amikor ezt így végolvastam, hogy itt azon túl, hogy létrehoztatok egy komoly zenei anyagot, ennek volt egy ilyen hátsó gondolata is, vagy talán nem is hátsó, hogy egy gondolat köré építettétek ezt a zenei anyagot. Érdekes dolog, vagy szeretném azt mondani, hogy igen, de hát tulajdonképpen ez igaz is, meg nem is. Ugyanis nem volt semmilyen vezérelv, ami alapján ezeket a kompozíciókat én összeállítottam. Tulajdonképpen az idő, vagy az egymáshoz képest, tehát a megszületésük ideje van közel, és én magam tudom ezt összekapcsolni, vagy szóval az én személyem az, ami ezt összekapcsolja, ezeket a kompozíciókat. Ugyanakkor meg nem is szeretném ezt egyedül kisajátítani, mert mint említettem, azért a hármunk közös metszete mindig, ami megszólal, és a hármunk közös zenei ötlete az, ami mondjuk az improvizációkban, a szabad improvizációkban, de akár a kompozíciókat összekapcsoló, átvezető improvizációkban is megmutatkozik. Szóval nem, a szellemiség az azt gondolom, hogy inkább egy attitűd formájában van jelen a zenében, és nem egy, tehát egy alapvetés, egy zenéhez való viszony, vagy az élethez való viszony, vagy a világhoz való viszony. Én inkább ezt tartom egységesnek ebben a lemezben. Ugye te játékodat hallva a különböző formációban, tehát rengeteg zenekarban játszottál és játszol emellett is, és ezt a lemezt is hallgatva valahogy az embernek az az érzése, hogy ez abban is nagyon korszerű ez a zenei anyag, hogy egy picit a kortárs klasszikus zene határa felé húz tulajdonképpen ez a fajta felfogás, hogy ti muzsikáltok, még akkor is, hogy említettük, hogy a gitár is ugye speciális effekteket használ, stb. Mégis az embernek van egy olyan érzése, amikor hallgatja, hogy azért rokon már ez valahol a kortárs klasszikus zenével. Picit hagy kérdezelek arról, hogy a hangszereden, a stílusodban milyen út vezetett oda, hogy ehhez az nagyon érdekes zenei világhoz elérkeztél, hogy gyerekkorodtól milyen zenék és hogyan hatottak rád? Hogyan találtad meg a hangszert és ezt az érdekes szandot, amit játszol? Nagyon köszönöm a kérdést. Hát nem, igazából azt tudom mondani, hogy én a legeslegelején, amikor elkezdtem zeneiskolába járni Vincente Krupicer Feri bácsihoz, akkor elsősorban engem a társas tánc tanfolyamot körbevevő rock and roll zene, így a Hungária zenéje, vagy a Grease című musicalnek a kazettája volt az, ami így a szaxofonhoz irányított, és akkor még a szaxofonon kezdtem játszani, és csak utána jött nekem a tenor szaxofon, meg a jazz tulajdonképpen, és akkor érdekes mód. Charlie Parker az mondjuk ilyen gimnazista koromba érintett meg először, ami már igazán a jazzhez irányított. De akkor már tenor szaxofonos voltam, és találkoztam a John Coltrane zenéjével, vagy találkoztam később már egyetem környékén a Michael Brecker, vagy a Jerry Bergonzi hangzásával, vagy találkoztam a Mark Turner, ez már később, amikor zeneakadémista voltam, a Mark Turnernek a hangzása nagyon nagy hatással volt rám, de ilyen mondhatnám Chris Cheeket, vagy mondhatnám Chris Peedet, vagy Tony Malaby, szóval rengetegféle olyan szaxofonos hatása. És ugyanakkor szeretném a régi szaxofonosokat is megemlíteni, akik a jazz hőskorában tevékenykedtek, mert például Lester Youngban mindig tudok találni egy olyan felvételt, egy olyan apró részletet, ami eddig nem tűnt föl, és ami tulajdonképpen káprázatos, hogy milyen modern,
vagy ugyanezt tudom mondani Coleman Hawkinsról. Nagyjából ezt tudom elmondani, ami direkt hatás, de jól érzed a kortárs klasszikus zenét is, mert Gadó Gáborral elég sokat játszunk mostanában, és az ő zenei hatása például nagyon meghatározó az én kompozícióimba is. És tulajdonképpen a BMC, a lemezkiadónk, a Budapest Music Center közelsége, és az ott töltött évek azért elég komolyan meghatározzák azt a zenei környezetet, amit mi magunk is szeretünk, és merítünk belőle. Úgyhogy a kortárs klasszikus zenei hatás az innen jön. Említetted Gadó Gábort, a nagyszerű gitárost. Ha most rajta kívül kellene még mondani olyan muzsikust, akivel játszottál, és akivel való együttműködés nagyon nagy hatással volt rád, akkor kit emelnél ki esetleg? Nagyon nagy hatás, és nem a Gadó Gábor, hát például a Modern Art Orchestra, a Fekete Kovács Kornél például tudom megemlíteni, aki egy nagyon meghatározó személy, és egy nagyon meghatározó zenekar az életemben. És ugyanígy tudok kapcsolódni ez a kortárs klasszikus zenéhez is, ezen a téren is, mint komponista, vagy mint zenekari hangszerelő, jazz nagy zenekari hangszerelő, úgyhogy erre is lehetőségem nyílik. Tehát akkor visszatérve ugye erre az aktuális lemezre, aminek kapcsán most beszélgetünk, ez a Balance formáció a For We Know In Partshoz, tehát akkor ez szeptember 5-én lehet majd ugye hallani a Budapest Music Centerben a lemezbemutató koncerten. Én tervezitek ennek az anyagnak a rendszeres játékát? Igen, viszonylag nehéz most bármilyen rendszeres játékról beszélni. Hát sajnos igen. A pandémiának köszönhetően, de hát természetesen igyekszünk, és terve van véve, hogy Pannonhalmára el tudjuk vinni a Pannonhalmi gimnáziumba ezt az anyagot októberben, egyébként a Köszönjük Magyarország program keretein belül, úgyhogy ez a terv még így az őszre a zenekar tekintetében. Október 2-án leszünk Pannonhalmán. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk, gratulálok a lemezhez, és nagyon sok sikert kívánok a későbbi projektekhez is. Köszönöm szépen!